Köszönjük szépen Pröre Gergely előadását, és megkérném Salád Gergely Kína szakértőt, hogy Ázsia és Európa kulturális és gazdasági kapcsolata Közép-Európa és Magyarország szempontjából című előadását tartsa meg. Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ugye, általában a kínai kapcsolatokban, meg a mindenféle irányultságú kapcsolatokban gyakran felmerül a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán kulturális együttműködésre, kulturális kapcsolatokra, hiszen a mai élet az nem igazán a kultúráról szól. De azt kell mondani, hogy mindenféle viszonynak, mindenféle kapcsolatnak az alapja a bizalom. A bizalom a kulcsszava, akár még az üzleti kapcsolatoknak is. Kínai viszonylatban is ez így van. Nyilván egy egyszerű ilyen adok-kapok vagy import-export tranzakcióhoz nincsen szükség túlságosan nagy bizalomszintre, de hogyha ennél tovább tekintünk, és mondjuk a magyar-kínai vagy a közép-európai, közép- és kelet-európai és Kína közötti kapcsolatokat szeretnénk elmélyíteni, tehát mondjuk kölcsönös befektetési kapcsolatokat építeni, vagy együttműködéseket, technológiaiseket, bármit, akkor ott egy magas bizalomszintre van szükség, amit csak azáltal lehet megteremteni, hogyha van valamiféle közös nyelv, vannak közös vonatkoztatási pontok a két fél között. Tehát tudnak miről beszélni, nem egyszerűen csak a bizniszről, összegekről beszélnek, mert abból hosszú távon nem nagyon lesz gyümölcsöző együttműködés, hanem vannak olyan kapcsolódási pontok, amik megalapozzák a bizalmat. Tehát, hogyha megismerjük egymást, legalább minimálisan kialakul egyfajta kölcsönös megértés, akkor tudunk igazán gyümölcsöző módon együttműködni. És ez az a terület, ahol a kultúrának, a kulturális diplomáciának, akár a ilyen jellegű eseményeknek, mint a Hudec emlékév, nagyon fontos szerepe lehet, hiszen kialakít egyfajta márkát, vagy brendeket Magyarországgal, vagy a térséggel kapcsolatban, amikhez már a kínai partnereik tudnak kötni minket. Ugye, Kínában rengeteg ország jelen van, mindenki próbálja eladni saját magát, és a kínaiaknak a agya sem végtelen, tehát csak úgy tudják megoldani, mint amúgy minden ember a dolgot, hogy egyes országokhoz, egyes népekhez egy-két elemet, brendet, márkát a szó legszoros vagy legtágabb értelmében kötnek, és arra építik az adott országgal kapcsolatos véleményüket, és az adott országgal szembeni bizalmukat. És azt kell mondani, hogy ezen a területen, tehát a kölcsönös ismeretek területén, a kulturális kapcsolatok területén a mi régiónk és Kína nem áll túlságosan jól. Szeretjük magunkat hitegetni, hogy valamiféle különleges prioritást élvez, akár a kelet-közép-európai régió, akár azon belül Magyarország a kínaiak szemében, de ez egyszerűen nem igaz. Egy óriási versenyben veszünk részt, ahol meglehetősen el vagyunk maradva. Nagyon fontos kiemelni, hogy a kínaiak számára a mi régiónk, ez a kelet- és közép-európai régió, aminek ők pontosan meghúzták a határait, ez 16 országot jelent gyakorlatilag a régi EU-s tagállamok, illetve Oroszország között, ez egy régióként jelenik meg, nem nagyon szeretnek bajlódni egyenként ezzel a sok kicsi nemzetállammal, hanem úgy kezelnek minket, mint egy egységes régiót. Ezt mutatja az intézményrendszerük, a minisztériumokban kelet- és közép-európai főosztály szokott lenni, az egyetemeken kelet- és közép-európai tanszékek vannak, a diplomáciában is a legfontosabb kapcsolattartási fórumot nem a két oldalú találkozók jelentik, hanem az évente megrendezett régiós miniszterelnöki fórum, tehát ők egy egységként kezelnek minket. Ezért a saját nemzeti hagyományainkat meglehetősen nehezen tudjuk képviselni, nehezen alakítunk magunkról ki valamiféle márkát. A másik oldalról pedig, a mi oldalunkról pedig Kína egy meglehetősen távoli és még mindig egzotikusnak tűnő világ, amivel a kapcsolatos gondolatainkat a legkülönbözőbb sztereotípiák, és nem is mindig pozitív sztereotípiák határozzák meg. Tehát nagyon sok teendő van ahhoz, hogy
a kapcsolatainkat el tudjuk mélyíteni, és meg tudjuk ismertetni magunkat Kínában, kialakítsuk azt az 1-2-3-4 kapcsolódási pontot, amihez aztán a kínaiak kötni tudnak mindent, ami magyar, vagy mindent, ami közép-európai. Ennek az az oka, mint mondtam, hogy a kínai piac nagyon telített, tehát ott nem mi találtuk fel a spanyol viaszt a keleti nyitás alá, mert rajtunk kívül még 200 másik ország dolgozik azon, hogy Kínába eladja magát, eladja a termékeit, eladja mondjuk a saját látnivalóit a turisztikai piacon, a saját kultúráját. Tehát egy óriási versenyben kell nekünk helyt állni, egy iszonyatos telített piacon kéne azokat a kitörési pontokat megtalálni, ahol amikhez kapcsolódva aztán más területeken is valamit le tudnánk tenni az asztalra, hogy valamit el tudnánk érni. Most nekünk magyaroknak vannak már bizonyos kapcsolódási pontjaink Kínával kapcsolatban, nem biztos, hogy ezek túl sokat érnek. Ugye szoktuk hangoztatni a közös ázsiai eredetet, amit egyébként a kínaiak is számon tartanak, viszont attól még nem fognak magyar bort venni, vagy magyar high-tech eszközt venni, mert hogy 2000 éve valamikor ott Kína környékén kalandoztuk esetleg. A kínai ennél sokkal pragmatikusabb nép, mint hogy azon kívül, hogy egy udvariaskodás, kölcsönös udvariaskodás során megjegyzik, hogy tudják ám, hogy van valamiféle közünk hozzájuk, azon kívül mondjuk forintosítható legyen mondjuk az ázsiai eredetünk. Meg más kapcsolódási pontok vannak, ugye Petőfi Sándort nagyon sok kínai ismeri, hiszen szerepel a gimnáziumi tankönyvekben, vagy Puskás öcsit mindenki ismeri, vagy pedig a Lisztet, Kodályt, egyéb magyar zeneszerzőket. De igazából olyan modern kapcsolódási pont, ami kortárs lenne, tehát ami mai lenne és ma is eladható lenne, szószoros értelmében is, meg átvitt értelemben is Kínában. Ilyet még nem sikerült kialakítanunk. Tehát minden kínai tudja, hogy Puskás Ferenc egy nagy volt, de nem, ettől még nem fogják a magyar NB1-nek a közvetítési jogait megvenni, mert ők is inkább a spanyol bajnoki meccseket, meg az olasz bajnoki meccseket nézik. Vagy mindenki ismeri Petőfi Sándort, de az igazi áttörés az az lenne, hogyha mondjuk mai magyar irodalmat tudnánk ott valamilyen módon eladni, ami erre vannak kezdeményezések, de nem mondhatni, hogy a kortárs magyar írók letarolták volna a kínai piacot. És egy ilyen kapcsolódási pont lehet Hugyesz László is, aki már közelebb van időben is, meg modernitásban is a mai kínai elvárásokhoz, a mai kínai praktikus gondolkodáshoz, de itt is egy olyan kontextusba kéne őt elhelyezni, hogy nem az számít, hogy ő 60-70-80 éve mit tervezett Sanghajban, hanem azt, hogy ő ennek a magyar vagy közép-európai építészeti iskolának, aminek más remek művei is voltak, volt a képviselője, és ugyanabból az iskolából ma is remek építészek kerülnek ki, tehát hogy a mai magyar építészek Kínában, ahol a világ építkezéseinek több mint a fele zajlik per pillanat, labdába tudjanak rúgni. Ezt például Hudec Lászlónak az emléke elősegítheti, tehát egyfajta hitelességet, bizalmat teremt a magyar építészekkel kapcsolatban, de csak erre nem lehet építeni. Tehát emellett a mai technikánkat, mai tudásunkat is el kéne adni. Tehát az ilyen jellegű kapcsolódási pontokkal gyakran egy picit becsapjuk magunkat, azt hiszük, hogy azért, mert voltak jó focistáink, meg voltak már 150 éve halott jó költőink, azért a kínaiak majd veszik a magyar terméket, tudást, technológiát, kultúrát, mint a cukrot, de egyszerűen ez nem igaz. Hasonló a helyzet egyébként a többi kelet-közép-európai országgal is, hogy bizony kisebb kapcsolódási pontok más országokkal is vannak, de ezekre sem épült fel sem egy most jól eladható országbrend az egyes országoknál, sem egy jól eladható régiós brand, ami, hogy úgy mondjam, csúnyán forintosíthatóvá tenni a saját magunk kultúráját és gazdaságát. Éppen ezért, hogyha
a hosszú távú bizalmi kapcsolatot meg akarjuk alapozni a kulturális kapcsolatok fejlesztése által. A mi viszonylatunkban az állami részvétel az nélkülözhetetlen, tehát egyszerűen a magyar kulturális piacnak nincsen, vagy kulturális szereplőknek nincsen akkora tőkéjük, hogy önállóan megjelenhessenek Kínában, tehát nagyon fontos az államnak, a politikának a részvétele. Nem fogja az állam meg a politika megoldani a dolgokat, általában nem szokott dolgokat a politika megoldani, de elősegítheti, hogy az amúgy piacképes magyar meg közép-európai kulturális szereplők sikert érhessenek el Kínában. Ebből a szempontból egy nagyon pozitív fejlemény a magyar-kínai, illetve a Magyar Kulturális Intézet tavalyi megnyitása Pekingben. Sajnos ennek 50 éve meg kellett volna történnie. A képen éppen a Magyar Kulturális Intézet egyik programja látható, a Gombold újra divat tervezői show-t bemutatták Pekingben is. Az állami mellett természetesen nélkülözhetetlenek, sőt, talán a legfontosabbak a magánkezdeményezések, amikre szintén vannak jó példák. A legfrissebb példa néhány hete az Attraction magyar ilyen árnyjáték színháznak a fellépése a kínai holdújévi tévés gálaműsorban. Erről tudni kell, hogy a világ legnézettebb tévéműsora, Holdújév estéjén minden kínai ezt nézi, már csak azért is, mert ilyenkor minden kínai csatorna ezt adja, ez egy 4,5 órás gálaműsor, több tucat fellépővel, és tulajdonképpen a következő évre a mondjuk így a popkulturális kánont az adja, ez a műsor adja meg, aki ide bekerül, az tulajdonképpen annak a jövője Kínában biztosítva van. És itt idén a három nemzetközi sztárvendégnek az egyike, Sophie Marceau, illetve egy dél-koreai poppénekes mellett, ez a Magyar Árnyjáték Színház volt. Előtte elmondták a műsorszám előtt, hogy ők Magyarországról érkeztek. Utána elmondták, hogy Magyarországról érkeztek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a nem föltétlenül a magas kultúrát képviselő produkció, ez jobban ismerté tette, legalábbis néhány hétre, amíg el nem felejtik, Magyarországnak a nevét kínaiak tömegei számára, mint mondjuk az elmúlt 20 évnek az összes kultúrdiplomáciai próbálkozása. És ez a produkció, ez teljesen magánúton került oda, egy angol menedzseren keresztül. És ilyen hasonló behatolásokra magánszféra szempontjából, vagy a magánszféra területén volt már, és remélhetőleg lesz is példa. Itt az államnak annyi szerepe lehet, hogy megkönnyíti az ilyen jellegű behatolásokat a kínai piacra, esetleg összehozza a különböző szereplőket. Tehát itt most van nekünk most Kínában egy néhány hétig, vagy néhány hónapig még érvényes, mondhatni, hogy popkulturális márkánk, jó lenne erre mást is fölépíteni. És végül az állami, illetve a magánpróbálkozások mellett nagyon fontos lenne a közös régiós fellépés, hiszen, mint mondtam, a kínaiak maguk régióként kezelnek minket, nem szeretnek bíbelődni ezzel a sok kis országgal, ami összességében is nagyjából akkorák, mint két kínai tartomány együtt. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy legalább a kínai viszonylatban a saját ellentéteinket, vitáinkat félretegyük, és valamiféle közös fellépést tudjuk megvalósítani, bár természetesen ezzel kapcsolatban illúzióim nincsenek. De egyetlen egy példát azért mondanék arra, ami valamiféle közös megjelenésnek egy csíráját hordozza magában. 1829-ben Pesten nyílt egy Alter és Kis nevű úri szabóság, ami aztán az osztrák-magyar monarchia alatt egy neves, tulajdonképpen egy divat márkává vált, császár és királyi beszállítóvá is vált ez a szabóság. Aztán a monarchia után megszűnt, illetve tulajdonképpen elhalt ez a márka, de néhány évvel ezelőtt egy élelmes magyar kommunikációs szakember és a kínai származású felelőssége megvette az utódoktól a nevet, és létrehozott egy teljesen új, ilyen trendi ruhákat gyártó
márkát, egy designer márkát, nem tömegpiacra termelnek, hanem kifejezetten a magas szintű divatban nyomulnak, és úgy van kínai piacon is jelen vannak, és úgy vannak ők pozícionálva, hogy ők az osztrák-magyar monarchia legnagyobb ruhamárkáját viszik tovább, ami 1829 óta működik. Azt nyilván a propaganda anyagokban elhallgatják, hogy volt egy 100 év szünet, és hogy ennek az Alter és Kisnek, vagy most már inkább Alter and Kis néven futnak, semmi köze az eredetihez, csak a neve, de hát ilyen kegyes csalások máskor is vannak, és ők, mint egy ilyen közép-európai monarchia beli márka igyekeznek eladni magukat a kínai piacon. Nem tudom, hogy mekkora sikerrel, de nyilvánvaló, hogy ilyen közös örökségeket más területeken is föl lehet fedezni, tehát nem biztos, hogy ebbe a ruhamárkába kéne túl sokat befektetni az államoknak, de hasonló jellegű közös fellépésekre bőven lenne lehetőség, hiszen nyilvánvaló, hogy a közös kultúrkincsünk az óriási, és eladhatóvá is lehetne tenni ügyes marketing stratégiával a politikának és a magánszereplőknek a közös összehangolt fellépésével. Köszönöm szépen a figyelmüket!